Idén a Mikulás hozott havat Székesfehérvárra és környékére. Több hóember is készült, fehérbe borult a vármegye. Nem sokáig örülhetünk a hónak, ugyanis utána inkább eső áztatta a talajt. Az előrejelzések szerint így lesz ez a hétvégén is, noha sokan örülnének a fehér karácsonynak. A karácsonyt megelőző napokban nagy mennyiségű csapadék várható majd a térségben, amely nagy részt eső formájában érkezik. Viszont az esti, illetve éjszakai órákban átmenetileg előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, illetve esetleg havazás is. Ugyanakkor szentestére már megérkezik egy gyors enyhülés, emiatt legfeljebb csak átmenetileg fehéredhet ki a táj, ugyanis az enyhülés miatt gyorsan elolvadhat a kialakuló hóréteg. A meteorológusok szerint idén már nem lesz hó, a következő két hónap pedig előrejelzési szempontból távoli. A tapasztalatok alapján egyébként a január és a február általában több havat hoz. Hazánkban csak a legmagasabb pontokon van vékony hóréteg. Ezt ki is használják a téli sportok szerelmesei. Az élő webkamerákon jól látszik, hogy a Mátra-Szent Istváni és az Eplényi sípája is igen forgalmas a napokban. Aki több hóra vágyik, legközelebb az Alpokban talál. Jelenleg hazánkban csak a magasabban fekvő helyeken fordul elő nagyon vékony hóréteg. Most legközelebb az Alpokban, illetve a Kárpátok északi vonulataiban található vastag, kiterjedt hótakaró, ami pedig a következő napokat illeti, esetleg az északkeleti ország részben hullhat majd hó. Oda lehet esetleg menni hógolyózni, hóembert építeni. Várhatóan oda is megérkezik az enyhülés, így az ott lehullott hó is olvadozni kezd majd. Aki útra kell, mindenképpen készüljön vastagabb, réteges öltözékkel, vízálló lábbelivel. Érdemes bekészíteni a táskába az esernyőket is, hiszen az eső valószínűsége a legnagyobb a következő napokra.